Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon. És a mai alkalommal Sámuel próféta elhívását tekintjük át, illetve az ehhez kapcsolódó háttértanulmányokat megnézzük egy kicsit, és megnézzük, hogy mi az, ami a mai korban aktuális lehet számunkra az ő történetéből, és egy kicsikét felfrissítjük a prófétai szolgálatról szóló ismeretünket is. Ha belefér az időnkbe, egy kis összefoglalás szerűséget szeretnék majd ebből is átadni. Nyissuk ki Bibliánkat Sámuel próféta könyvénél, az első könyvnél, és a harmadik részt fogjuk megnézni. Tehát Sámuel első könyve, harmadik rész, az első verstől így hangzik Istennek a beszéde. És a gyermek Sámuel szolgál az Úrnak Éli előtt, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az úr szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott, és az Istennek szövét nekem még nem oltatott el, és Sámuel az Úr templomában feküdt, hol az Isten ládája volt. Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. És Élihez szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment azért, és lefeküdt. És szólította az Úr ismét, Sámuel, Sámuel. Ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki neki az Úrnak az igéje. És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elment azért Sámuel, és lefeküdt az ő helyére. Akkor eljött az Úr, odaállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel. És ezt mondta Sámuel, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És mondta az Úr Sámuelnek, íme én oly dolgot cselekszem Izraelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele. Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen, megkezdem és elvégzem. Mert megjelentettem neki, hogy elítélem az ő házát mindörökre, az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatosakká magukat az ő fiai, és nem akadályozta meg őket. Annak okáért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának álnoksága, sem véres áldozattal, sem ételáldozattal. Aludt azért Sámuel mind reggelig, és akkor kinyitotta az Úr házának ajtaját, és Sámuel nem merte vala megjelenteni Élinek a látomást. Szólította azért Éli Sámuelt, és mondta, fiam, Sámuel, ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta, mi az a dolog, melyet mondott neked az Úr? El ne titkold előttem, úgy cselekedjék veled az Isten, most és azután is, ha te valamit elhallgatsz előttem, mindabból, ami megmondatott néked. Megmondott azért Sámuel mindent, és semmit sem hallgatott előtte. Ő pedig mondta, ő az Úr, cselekedjék úgy, amint neki jónak tetszik. Sámuel pedig fölnevekedett, és az Úr volt ő vele, és semmi az ő igéből a földre nem hagy vala esni. És megtudta Izrael Dántól Bérsebáig, hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett. És az Úr kezdett ismét megjelenni Silóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban az Úrnak beszéde által. Nagyon gazdag ige szakasz ez a Bibliában, és ahogy mondtam, néhány alapelvet szeretnék ebből a történetből átadni nektek, és a végén megosztani egy álmomat, egy látásomat ezzel az utolsó gondolattal kapcsolatban, amire korábbi szolgálatomban is utaltam már. És most Sámuel története kapcsán nézzünk meg néhány dolgot. Először vizsgáljuk meg egy kicsit a történelmi hátterét. A kronológiát fontos elhelyeznünk, hogy világosan lássunk. Éli bíráskodása és főpapi szolgálata körülbelül 1105 és 1075 közé tehető. Itt az 1105-höz még 10 évet nyugodtan hozzá lehet tenni, mert egy 40 éves szolgálatról van szó. Némelyek kisebb átfedéseket mutatnak a bírák között, de jelenleg ismereteim és számításaim szerint a bibliai kronológia teljesen pontos és megbízható. Körülbelül 1075 és 1015 közé tehető Sámuelnek a szolgálata. Kezdetben bíróként szolgál, majd később, amikor a királyság intézménye létrejön, akkor már tanítóként és bíróként is, illetve tanítóként és prófétaként fog szolgálni.
1075-ben van az áfeki, vagy az ében ézeri csata, amiről a negyedik fejezetben lehet majd olvasni. Ez egy sorsdöntő fordulat Izrael történelme életében, és majd nagy szerepe lesz abban, hogy a királyságnak az intézménye is létrejön. 1040-ben megszületik Dávid, és Saul uralkodása 1050 és 1010 közé tehető. A Abcsel 13-ban olvashatunk arról, hogy 40 évig volt uralkodója Saul Izraelnek, majd a következő 40 évben Dávid, és a harmadik 40 éves ciklust pedig majd Salamon fogja 970-től 930-ig betölteni, utána pedig majd jön a országnak a ketté szakadása. Ez tehát, hogy röviden a Krisztus előtti 17-18. Században játszódik az esemény, tehát elég régen. Magát a könyvet, az első részeit, azt Sámuel írja, majd a többit a Sámuel könyvének, a első könyvének a második részét, illetve a második könyvet, azt valószínűleg Nátán, Gád és a Ahia proféták állították össze, majd később pedig ezeket másolták és terjesztették. A Silóról hoztam két képet, most nem fogunk nagyon régészeti dolgokba belemenni. Ez a mai Cisziordánia területén található Siló, viszonylag közel van a Jordán folyóhoz. Ez az ősi Silónak a területe, ez a kis nagy kopár puszta, és nagy vitatkozások mennek azon, hogy körülbelül hol is lehetett a ősi Szent Sátornak a helyre, amiről itt is olvashattunk, hogy az úrháza Silóban volt. Ez itt a régészeti központ. Itt egyébként a római korból, a bizánci korból és a török hódoltság időszakából is találtak már mecseteket, különböző mozaikokat, illetve római korra utaló jeleket. Tehát egész sokáig lakott terület volt. A pusztulása, ahogy mondtam, az áfeki csatához kapcsolható, amikor a Fridládát elviszik, és a filiszteusok feldúlják a várost, és utána ennek a pusztulásnak a maga a ténye Jeremiás prófétánál is visszaköszön, aki a silói pusztulást hozza majd például arra nézve, hogy Jeruzsálem is hogyan fog majd elpusztulni. És vélhetően ez az a terület az alsó részén, ahol valaha a Szent Sátor állhatott. A vitát igazából az okozza, hogy ha azt nézzük, hogy a mózesi sátornak a leírása, de egy durván egy 100 méterszer 50 méteres sátorról beszélünk, akkor egy ilyesmi nagy területű helyet kell keresni, viszont ha letelepedett izraeliták megelégedtek egy kisebb sátorral, bár funkciójában ugyanazokat tudta, akkor elképzelhető másik földrajzi hely is, ezt jelenleg is kutatják Izraelben. Egyébként nem messze tőle van a Tel Siló nevű város, egy új várost építettek oda a 20. században, miután a hatnapos háborúban Izrael visszafoglalja a Cisziordániát, térséget, utána nagy építkezések kezdődnek, és mind a mai napig nagy fesztiválok, ünnepségek vannak itt, és nagyon sok régészeti látnivalót találunk ezen a helyen. Itt egy térkép, itt található Siló, ez Efraim törzsi területén van, mindjárt fogunk egy kicsit erről beszélni, és itt van az Áfek, ez volt a határvonal abban az időben a filiszteusok és Izrael között, és majd egészen, amíg Dávid el nem kezd a győztes hadjáratait, egészen mélyen benyúlnak majd Izrael területébe, és sokszor a megsemmisítéssel fenyegetik Istennek a népét, és nem véletlen, hogy amikor a Fridláda ilyen helyzetben van, a királyság intézménye még gyenge, a Jordán másik oldalán az ammoniták is megtámadják Izraelt. Itt nagyon érdekes különböző geopolitikai események zajlottak. Ebben most a történetünk szempontjából nem megyek bele, mert nem sok jelentősége van. Az első versben olvashatjuk az egyik nagyon fontos kijelentést, hogy abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. A ritka szót azért emeltem ki, mert a héber szövegben a ritka a szó szerint azt jelenti, hogy drága vagy értékes. Amiből a kevés van, azt tudjuk, hogy mindig egy értékes dolog. Ha valamiből egy darabot gyártottak, vagy egyedi darab, az mindig nagyon értékes dolog. Na, ilyen Isten beszéde is, hogy abban az időben, amikor Isten megszólalt, az óriási érték volt. Mert nem volt Istennek beszéde, nem volt Istennek szava, és ezért kell megvizsgálni, hogy mit jelent az a kifejezés ebben az időszakban, hogy abban az időben ritka volt Istennek a kijelentése. Általában, ha Isten hallgat, akkor az mindig majdnem minden esetben az ítéletnek a jele. Ritkább esetben, amikor Isten várakoztatja az ő népét, vagy Isten azt akarja, hogy tanuljunk meg várni, és jó döntéseket hozni, de a Bibliában sok esetben, amikor Isten hallgat, az mindig az ítélettel van összefüggésben. Isten valami miatt visszavonja a szavát, visszavonja az ő beszédét, és Istennek a kijelentései nem jutnak el az emberekhez. Ilyenkor jön normális esetben az, hogy az emberek megtérnek, megújulnak, odafordulnak az Úrhoz, és Isten ismét elkezd szólni hozzájuk. A bírák korában vagyunk ebben az időszakban,
És a bírákkora az Abcsia 13 szerint szintén egy 450 éves időszak volt a kivonulástól kezdve, és majd Sámuel halála zárja ezt az időszakot, ő volt az utolsó bíró. A két fia az tulajdonképpen, akik hasonlóan Éli fiaihoz korruptakká váltak, ez is egy külön tanulmányt igényelne, hogy mi és hogyan történhetett, de most ebben nem fogunk részletesen elmerülni. De azt lehet látni, hogy a nép a fiú korruptsága miatt királyt kíván, akkor kenni fel majd Sámuel az első király Sault, és a bírák korának néhány jellemző dolga, az egyik a társadalmi feszültségek. Letelepedett népről van szó, tudjuk, hogy Egyiptomból jönnek ki, 40 éves pusztai vándorlás, utána egy körülbelül 20 éves honfoglalási időszak van, ebből 14 év honfoglalás, 6 év a földnek a felosztása, és körülbelül, ahogy mondtam, egy 450 éves időszak következik majd ezután, és megjelennek a társadalmi feszültségek. Az egyik törzs gazdagabb területet kapott, a másik kicsit szegényebb területet kapott, voltak olyan törzsek, amelyeket elűztek a helyéről, és más helyet kellett keresniük, tehát megjelennek a társadalmi feszültségek Izrael nép életében. Aztán az a testvéri szövetségek vannak, ez abból is látszik, hogy amikor például Deborah énekében láthatjuk, hogy amikor csatára gyűl össze Izrael, akkor vannak olyan törzsek, hát én még gondolkozok, meg tervezgetek, meg majd megyek harcolni, nekem most a hajókkal van elfoglaltságom a saját törzse kapcsán, tehát sok ilyen probléma van. A törzsek nincsenek egységben, nincs testvéri egység Izrael népe életében. Aztán ott vannak a külső fenyegetések, hol a moábiták, hol az ammoniták, hol a filiszteusok, illetve a különböző kisebb városállamok, akiket még nem foglaltak el a honfoglalásra, azok mindig fenyegetik Izraelnek a létét, és pont ezek a belső feszültségek és szakadások mindig problémákat okoznak. Aztán megjelenik a liberalizmus, a bírák könyvének egyik visszacsengő idézete az, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt csinált, amit akart. Mindenki, amit szeretett volna, amihez kedve volt. Úgy imádta Istent, ahogy akarta, ha akart egy bálványnak áldozott, ha akart, akkor fogadott magának egy papot, és akkor felállított egy különböző bálványt, és akkor azelőtt szolgált. Tehát mindenki azt csinált, amit akart, nem volt egy egységes rend Izrael népe életében. Aztán megkezdődik az áldozatoknak a hanyagolása. Az emberek már nem mindig mennek el Silóba, ahol az áldozatok zajlottak és történtek, hanem elkezdték elhanyagolni a három főünnepre való évenkénti felmenetelt is, mert az embernek a hitélete is kezdett egyre lejjebb menni, és itt megjelenik majd, ha megnézitek a Sámuel első könyvének első két fejezetét, de főleg a második fejezetet, ott lehet látni, hogy Éli fiai korruptak voltak, és Éli fiai megutáltatták az emberekkel az Isten tiszteletet és az Istennek az imádatát. És ebbe az időszakba, amikor ez megtörténik, akkor Isten úgy dönt, hogy nem fogok szólni. És ha megfigyeljetek, ez a ciklikusság végighúzódik az egész bírák korában. Jön egy bíró, aki rendet tesz, legyőzi az ellenséget, akit Isten felkent és elhívott. Utána a nép megint szolgálja az urat, amíg a bíró hivatalban van. A bíró meghal, megint elkezdenek bálványistenekhez fordulni. Akkor a nép megint Istenhez kiállt, az úr meg megint megkönnyörül rajtuk. Ez a ciklikusság megy folyamatosan végbe a bírák könyvében, és ez zárja le majd tulajdonképpen a királyságnak a története, amit Isten kezdetben nem akart, erre Sámuel többször is felhívja a figyelmet, hogy Isten népének, Izraelnek egyedül az Úr a királya, és az a teokrácia, aminek meg kell valósulnia Izrael életében, az a törvény általi megélése az Isten által lefektetett szabályoknak és rendeknek. És ekkor a mindenkori felkent főpap az, aki ezt a isteni királyuralmat képviseli, később persze már megjelennek a próféták is a királyok mellett, pontosan azért, hogy féket képezzenek a királyok és a nép között, hogy a királyokat megintsék, helyreigazítsák, a törvény útjára vezessék, az ellenséggel szemben figyelmeztessék, gyakorlatilag kvázi tanácsadóként lesz néhány próféta király mellett, elég csak Dávidnak a történetére gondolni, hogy akár Nátán vagy Gát próféta milyen sok mindennel segítette őt, nem kevésbé pedig Sámuelnek a szerepe, illetve az, hogy Dávid ilyen magasra emelkedett a nép körében és a környező népek életében is, nem kis részben Sámuel prófétának volt köszönhető. És a helyszínünk az ugyebár Siló, amiről beszéltem, ez kvázi az első fővárosnak tekinthető Kánaán területén, amit az izraeliták elfoglalnak. Itt ütik fel a szent sátrat, amit a pusztában vittek magukkal. Itt történik meg, Józsué könyvében olvashatjuk a földnek a felosztása, hogy ki melyik részt fogja majd kapni, hol sorsvetéssel döntöttek erről, hol pedig láthatjuk, amikor a lévitáknak minden egyes törzsi területen városokat adnak, mert nekik nem volt
olyan törzsi területük, mint mondjuk Efraimnak, Manassénak, Gádnak, Ásernek, Isakhárnak vagy Simónnak, stb., hanem ők mindig a letelepedett törzsek körében kaptak városokat. Aztán ismert történet a Benyámin törzsének a majdnemi kihalása, és pont egy ilyen silói nagy népünnepélyen fesztiválon hölgyeket ragadnak el, hogy feleségük legyen. Abban az időben is divat volt már a leányrablás, nem kell ezt szépíteni, itt erről volt szó, hogy fiatal lányokat vettek el így úgymond feleségül. És nagyon érdekes, hogy Sámuel elhívása kapcsán Silóból prófétai központ lesz. És függetlenül attól, hogy a nép bűne és Isten ítélete miatt elpusztul maga a város, pontosabban a sátor, illetve a környék, a Fridát is elviszik, Istennek a jelenléte valamilyen szinten megmaradt Silóban. Ezt honnan tudjuk például, hogy innen származik majd melyik próféta? Ahija próféta is, aki Silóbeli volt, akinek szintén itt volt a szállása és a lakása ezen a környéken. Tehát még később is megvan ez a fajta kisugárzása ennek a helynek, ahol Isten kenete megnyilvánult, és ahol Isten megszólította Sámuelt. És végül az ítélet, ahogy mondtam, nagy valószínűséggel az áfeki csata után a filiszteusok elpusztítják a várost. Érdekes módon a 16.-17. századból egy egyméteres égett réteget találtak a régészek ezen a területen, tehát felperzselték ezt a területet, és elég vastag romokat is találtak. Nézzük akkor most magát a kis Sámuelt. Először is Sámuel számozásáról csak néhány gondolt az első-második fejezet alapján. Először is Sámuel az imádság gyermeke volt. Ismerjük talán a történetet, hogy Elkánának volt két felesége, az egyiknek volt már gyermeke, a másiknak, akit nagyon szeretett Annának, nem volt és nem is lehetett gyermeke, valamiért nem tudott megfogadni, és évenként hűségesen eljártak Silóba az Úrnak az ünnepére, a rabbinikus hagyományok szerint komoly csoportokat vezettek, és maga Elkáná is egy ilyen prófétai típusú ember volt, és sokan őt azonosítják a második fejezetben lévő személlyel, aki meginti először Éli prófétát, hogy Istennek egy ember elment Élihez, ezt nagyon sokan pontosan Elkánával azonosítják, hogy valószínűséggel Sámuelnek az apukája lehetett, nem biztos, de ez egy feltételezés. És amikor Anna elmegy az úr házába, miközben persze a másik feleség az eléggé bosszantja és cikizi őt azért, amiért nem lehet gyermeke, akkor az úrhoz fohászkodik, az úrhoz könyörög, és itt már lehet sejteni azt, hogy Éli milyen szellemi állapotban van, hiszen nem ismeri fel, hogy egy nő imádkozik, hanem azt hiszi, hogy részeg. Tehát Élinek már nem csak a szellemi, hanem a fizikális látásával is komoly problémák voltak, és mikor felszólítja, hogy hagyja el a sátrat, akkor elmondja, hogy hát ő nem része, csak azért imádkozik, hogy gyermeke legyen, és az a gyermek megfogam, vagy megszületik, akkor ezt teljes életében az Úrnak adja, és akkor Éli egy főpapi áldással bocsátja el Annát, aki nem sokkal később teherbe is esik, megszüli Sámuelt, és egészen az elválasztásig otthon neveli, majd utána elviszi Silóba, és az Úrnak ajánlja őt, majd a nazírságáról majd egy picikét fogunk beszélni, és lehet látni azt, hogyha megnézitek a 1 Sámuel 2-ben Annának a hála énekét. Azért őszintén megmondva, egy háztartásbeli hölgynek ez egy elég kemény imádság volt, ha úgy belegondoltuk, úgy józan ésszel, hogy ez egy nagyon istenfélő asszony volt. Ez olyan imádságot mondott, hogy az ott volt. Tehát ezen az asszonyon látszott az, hogy egy nagyon istenfélő ember. Egy olyan Isten ismerete van, ami páratlan volt abban az időben. Ha megnézitek az imádságát, olyan dicséret, magasztalás, Isten ismeret van benne, ami csak így nem jön ki semmiből. Legalább 6-7 ponton hasonlít majd Mária énekéhez is, majd vessétek össze a kettőt. Nagyon érdekes, hogy Máriának az éneke is nagyon hasonlít Annának az énekéhez, és ez a zsidó nők nagyon sokszor kívülről megtanulták ezt az imádságot később, Anna imáját, és nagyobb ünnepeken sokszor el is szokták mondani. A silói romoknál szoktak ilyen Anna estéket is tartani, ahol egy ilyen spirituális, zenés, imádságos, kvázi dicsőítő ortodox est van, ahol Anna imádsága mintájára imádkoznak, dicsőítő az Urat, a maguk idézőjebb ószövetségi módján még a mai Izraelben is. Sámuelnek a neve azt jelenti, hogy Istentől meghallgatott. A jól ismert zsidó imádság a Shema Israel, ott a Shema szó a hallgatás, vagy meghallani, az él pedig az Elohimnak a
rövidítése. Tehát a Sámuel azt jelenti, hogy Istentől meghallgatott, és valóban az egy imádság által megszületett gyermek volt, és ezért fontos az, hogy ha hívő szülőknek gyermekei vannak, és imádkoznak a gyermekért, akkor tekintsenek rájuk úgy, mint akit Istentől kaptak. Nem egy terhet, nem egy felesleges plusz dolgot, hanem mint akit Istentől kaptak, és úgy is tekintsenek rá. Templomi gyermek volt, ez ebben az időben gyakori volt, hogy a lévitai származású gyermekeket, főleg, hogyha templomi szolgálatra rendelték, akkor nagyon kicsi korban elvitték az úrházába, és a neki megfelelő módon bevezették a törvény ismeretébe, bevezették a különböző szertartásokba és szokásokba, és majd látni fogjuk Sámuelnél, hogy a törzsének megfelelő papi szolgálatra is fel lett készítve, és el lett különítve. Az 1 Sámuel 1.11 és 28-ban, bár inkonkrétó nincs kijelentve a nazír kifejezés, itt nem szerepel, viszont az a kifejezés, hogy teljes életében az Úrnak van szentelve, és hogy soha borotva ne érje a fejét, ezek mind nazír kitételek voltak, vagyis Sámuel teljes életére szólóan nazírja lett Istennek. Az egy jó kérdés, hogy általában nazírság akkor törik meg, hogy nő esetében, hogyha egyedülálló és a édesapja visszavonja nazír fogadalmát, férfiak esetében pedig, hogyha meghatározott ideig tart és lejár, vagy pedig holttesttel érintkezik, akkor meg kell nyírni a haját, be kell mutatni a különböző tisztulási áldozatokat, és akkor ismét újból odaszállhatja magát. Úgy látszik, hogy Sámuelnél ezek a megtisztulási dolgok nincsenek leírva, mert tudjuk azt, hogy például holttesttel is érintkezett meg minden, tehát utána nem olvassuk, hogy ezeket elvégezte volna, de az sincs kizárva, hogy megtörtént, csak a Biblia erről nem számol be. És a nazírság egy nagyon komoly dolog volt abban az időben, független attól, hogy most valaki teljes időre szánta oda magát, vagy a szülei szánták oda. Ki volt még ilyen a bírák korában? Sámson, ő is egy ilyen nazír volt, akinek szintén nem érhette borotva a fejét, és Absalomról is ezt tartják, hogy lehet, hogy Absalom is nazír volt a hajkoronája miatt, hogy ő is nagyon-nagyon ritkán nyilatkozott meg. Ez egy feltételezés. Ámosz proféta könyvében lehet sejtetni azt, hogy a királyság korában a nazírok majdnem a profétákkal kerülnek egyenrangúságba, hogy hasonló módon le vannak oda szentelve, és az Ámosz első részének kijelentésében az is kiderül, hogy Isten hív el nazírokat, kvázi hasonló módon, mint a prófétákat az ifjai közül, és az egyik bűnnek sorolja fel pont, hogy borral akarják itatni a nazírokat, akik ugyebár a szőlőtőkének a terméséből nem ehettek. És az Új Szövetségben is megjelenik ez a dolog, tudjuk azt például, hogy Pál apostol is legalább egy ízben volt neki nazír fogadalom, ezt honnan tudjuk, hogy amikor Kenkreából jön vissza, akkor mit csinál? Megnyíratkozik. Tehát neki is volt egy nazír fogadalma, valószínűleg a második missziós útnak a szolgálatára szánta oda magát teljesen, és tett nazír fogadalmat. Nem véletlen, hogy utána megyen majd a templomba is évenként feljárt, amikor csak tudott. A származása az első rész első versében egy kicsit félreérthető dolgok vannak leírva, és azt olvashatjuk, hogy volt egy ember Ramataim Cófimból, az Efraim hegységéről való, az ő neve Elkána volt, Jerohoánnak fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia, aki Sóf fia volt, Efraimita volt. Na itt az Efraimita nem a törzsi származásra utal, hanem a helyszínre. Tehát magára az Efraim hegységére utal. Ezt onnan tudjuk leginkább, hogyha megnézzük a Krónikák könyvét, ott világosan szerepel benne, hogy Sámuel, illetve az ő családfája, az Kéháti törzséből származik. Tudjuk, hogy Áronnak három fia volt, Gerson, Kehát és Mérári. Ezek alkották a szentély körüli szolgálatot, ők dolgoztak kvázi a papok alá, és itt két érdekes igevers van, sajnos egy nem látszik teljesen jól. Az egyik a 4 Mózesben található, a harmadik rész 31. versében, hogy a kéháti nemzetségről pedig azt írja, az ő tisztük pedig ügyelni a ládára, az asztalra, a gyertyatartóra, az oltárokra és a szent hely edényeire, amelyekkel szolgálnak, és a takaróra és minden azzal járó szolgálatra. Tehát itt az asztal, a gyertyatartó, az oltár és a láda, és emlékezhetünk rá, hogy Sámuel hol aludt? A láda mellett. Pontosan azért, mert ő kéhátita volt, nek az volt a dolga, hogy erre vigyázzon a szentélynek ezekre a belső részeire. És a Józsui könyve magyarázza meg ezt a földrajzi
eltérést is. Józsué könyvének 21. részének 20. versében azt olvashatjuk, Kéhát fiai családjának pedig és Kéhát fiai közül való többi lévitáknak városai az ő sorsuk szerint az Efraim nemzetségéből voltak. Tehát Efraim nemzetsége között kaptak szállást a kehátiták, innen származik majd Sámuel próféta is. Tehát lehet látni azt, hogy őt egy lévitai származású fiatalemberről van szó, akit teljesen jogosan adtak papi, illetve lévitai szolgálatra, és a megfelelő helyen volt, a megfelelő időben. Nézzük Sámuel elhívását. Az első fontos dolog, hogy Sámuel akkor már szolgálta az Urat, ezt olvashatjuk az igében, de még nem volt szolgálja az Úrnak. Nem volt személyes kijelentés és ismerete Istentől. Ez mindig egy nagy veszély a mai gyülekezetekben is, hogy sokan megtérés nélkül szülői, családi hagyományból azt hiszi, hogy meg van térve, még szolgálja is az Urat, független attól, hogy most ezt milyen szívvel teszi, de még nem szolgálja az Úrnak. Óriási különbség van a kettő között, hogy valaki ezt megszokásból, hagyományból, családi tradícióból végzi, vagy pedig azért, mert Isten elhívta őt, megtért, újjászületett, és Krisztusba vetette a hitét. Ez nagyon fontos, és Sámuelnél ezt lehetett látni, nagyon tisztességesen szolgált az Úrnak. Növekedett az Úr előtt, az emberek előtt is a kis Sámuel, de még nem volt a szolgája neki. Végezte a szentély körüli szolgálatot, amit rábíztak, de ő maga nem ismerte még az Urat. A másik ilyen probléma volt, hogy Éli nem ismertette meg vele Istent. Döbbenetes, hogy ott van ez a fiatal ember, 3-4 évesen kerül a szentélybe. Ebben az időben kb. 12-13 éves lehetett Sámuel. Eltelik 7-8 év, ott van a templomban, a Szent Sátorban, és nem ismertette meg vele a főpap, hogy kicsoda az Isten. Azért nem megdöbbentő ez? Valaki eljár sokszor 8-10-15 évig egy gyülekezetbe, és nem hall egy tiszta evangéliumot, nem hall egy biblikus tanítást, és úgy éli a hívő életét, hogy nem találkozik az élő Istennel. És meg lehet nézni, hogy milyen sok templom van kiürülve, milyen sok templom van már más funkcióra átalakítva, mert nem szól az Isten beszéde, nem szól az Isten igéje. És szörnyű, hogy gyakorlatilag egy ilyen vallásgyárat működtetnek, ahol minden a helyén van, minden megvan, ahogy a Bírák korában is Betlehemben minden megvolt, a kenyér földjén, csak éppen el kellett menni egy másik helyre, hogy Izrael népe élelemhez jusson. Ami még szörnyű volt ennél is, hogy Sámuel megszokta, hogy nem szól az Úr. Azt sem olvassuk, hogy például Éli főpap elővette volna az Urimot vagy a Tumimot, hogy legalább Isten jelentsen már ki valamit. Erről sem olvasunk itt, hogy legalább megkérdezte volna, hogy igen vagy nem, yes vagy no, semmilyet sem olvasunk a történetben, hogy Éli egyáltalán kereste volna az Istent. Azt olvassuk korábban, hogy a fiai Beliá fiai voltak, vagyis démonizáltak lettek a fiaik, paráználkodtak a sátornál lévő szolgálólányokkal, asszonyokkal, ellopták az áldozati részt, amit amúgy jogosan megkaphattak volna az Istennek való áldozat után, ez a nekik való részük volt, ez teljesen normális is lett volna. Eljön Istennek az embere, megfeddi a főpapot, és nem olvassuk, hogy Éli leborult volna, bűnvallást tett volna, áldozatot mutatott volna magáért, vagy valamit csinált volna. Egyszerűen Éli folytatta a megszokott, rutinos, mindennapi dolgokat, de már a szíve nem volt benne, a hite nem volt benne. Szellemileg is, fizikailag is már kezdett teljesen megvakulni. És amikor eljön egy pont abban az időben, amikor tényleg nagyon ritká válik Istennek a kijelentése, akkor Isten már nem Élit keresi meg. Szólt neki többször, figyelmeztette, intette őt a fiaival kapcsolatban is, a szolgálattal kapcsolatban is, akkor Isten azt mondja, hogy keresek magamnak egy másik embert. Keresek olyan valakit, aki meghallja az én szavamat, aki odafigyel az én beszédemre, és általa el tudok majd indítani egy reformot, el tudok majd indítani egy reformációt Izrael népe életében, és tulajdonképpen ezzel az elhívással fog majd kezdődni a úgymond prófétai szolgálat Izraelben, hiszen ahogy egy régebbi szolgálatomban beszéltem az alapozó típusú prófétákról, amilyen Mózes volt, és vannak az építkező típusú próféták, akik erre építkeznek, de ez lesz majd Sámuel, aki majd fel fogja építeni ezt a prófétai szolgálatot. És szintén lényeges, a Bibliában nagyon ritka, amikor valakit Isten kétszer szólít meg a nevén. Tehát a nevét kétszer mondja ki. Hány ilyen eset van a Bibliában, amikor Isten valakit úgy szólít meg, hogy kétszer mondja a nevét egymás után? Tessék? Igen? Összesen 7. 7 személy van, akit Isten
kétszer szólít meg a nevén. Nagyon ritka. Amikor Isten így szól valakihez, az általában nagyon jelentőségteljes dolog. Ábrahámnál olvassuk, Jákobnál olvassuk, Mózesnél olvassuk, Mártánál olvassuk, Saulnál olvassuk, és Sámuelnél is olvassuk. Hát nagyon ritka az, amikor Isten valakit így szólít meg, és így látogat meg. És a legfontosabb dolga, az első prófétai feladat az, hogy a Éli házára kimondott ítéletet megismételje, és visszavonhatatlanná tegye. Kiment a prófétai szó, és Isten már belekódolta azt, belecsomagolta azt, hogy nincs visszaút Éli háza népének, és a Éli házából valók nagyon fiatal korban fognak majd meghalni, és majd a papság ezért majd a Cádókit a vonalra fog kerülni, erről olvashatunk majd a Királyok könyvében. És az egész résznek tulajdonképpen a kulcs mondata az 1 Sámuel 3.19-ben van, hogy Sámuel pedig fölnevekedett, az Úr volt ő vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagy vala esni. Ez egy jól ismert ége szakasz, ugye? Ezt azért nagyon sokan tudjuk, csak kicsit beleástam magam a szövegkörnyezetbe és a héber nyelvbe, és ennek a mondatnak van egy másik értelme is. Ugyanis ebben a mondatban három alany van, és két állítmány. És hogyha a héber szöveget nézzük, akkor az a mondat, hogy semmit az ő igéből a földre nem hagy vala esni, ez a héber szöveg szerint nem Sámuelre, hanem az Úrra vonatkozik. Nézzétek meg ebből a szempontból, hogy Isten az, aki felelős azért, hogy az ő beszéde ne térjen vissza hozzá üresen. Tehát az, hogy Isten kezébe veszi az ő beszédét, és úgy helyezi el, hogy ő arra gondot visel, hogy abból semmi ne vesszen kárba, ezt ember nem tudja megtenni. Erre csak Isten képes. Én mégis úgy látom a iga alapján, hogy mind a kettő igaz volt. Igaz ez az iga az Úrra is, aki gondoskodik arra, hogy a beszéde beteljesedjen, ne térjen vissza üresen, a kimondott beszédnek legyen hatása, legyen hatalma, legyen ereje véghez vinni azt, amit Isten akar. Ugyanakkor kell egy fogadó is, aki viszont kétségtelenül átveszi Istennek az üzenetét, és úgy adja tovább, hogy nem hagy belőle leesni semmit. Nem hallgatja el Istennek a beszédét, még hogy az ítéletről szól, még ha az kellemetlen is, még ha ezért megsértődnek, még hogy ezért problémáim lesznek. Semmilyen következménnyel nem számol, hanem maradéktalanul szeretné átadni Istennek az igéjét és Istennek a beszédét. Sámuel elhívásánál ez a legfontosabb, hogy Isten végre talál egy embert, talál valakit, aki meghallgatja őt, és az ő beszédét úgy, ahogy van, átadja, közvetíti azok felé, akiknek Isten mondani akarja. És az is megdöbbentő számomra, hogy amikor emberek akarják meghallani Istennek a hangját, Istennek a beszédét, az egyik legfontosabb dolog mindig az engedelmesség. A végén majd egy kicsikét fogok beszélni arról, hogy milyen dolgok merülhetnek még fel majd ennek a kérdésnek a kapcsán, de azt lehet látni, hogy Isten mindig keresi az embert. Isten mindig akar szólni. Szintén olvassuk a prófétáknál, hogy Isten meddig nem tesz dolgokat, ami ki nem jelenti azt a prófétáknak. Tehát Isten az ő szolgálja. Tehát amikor Isten valamit tenni akar, mindig keresi a prófétákat. És ez így van az Új Szövetségben is, de így volt az Ószövetségben is. Hogy Isten mindig keresi azokat az embereket, akik meghallják az ő szavát, meghallják az ő beszédét, és meg is cselekszik azt. Nagyon érdekes, sok ilyen allegórikus finomságok vannak még ebben a fejezetben. Érdemes lenne ezeket is végignézni, Élinek a gyenge látását, a szellemi vakságát, vagy az, hogy Istennek a mécsesen még nem oltatott el. Ez elsősorban arra vonatkozott, hogy este meggyújtották a szent mécsest, felöntötték olajjal, és általában reggelre ez már éppen csak pislákolt, vagy kialudt, ha éppen elfogyott az olaj. Hát valószínűleg ez a megszólítása Sámuelnek valamikor a hajnali órákban történik. És nagyon érdekes, hogy itt van egy főpap, akinek az a dolga, hogy Isten akaratát képviselje, bemutassa a törvényes áldozatokat, képviselje magát Istent és a 12 törzset Isten előtt. Amikor oda megy hozzá előbb Sámuel, mit mond neki? Menj el, feküdj le. Mert eszébe se jut, ahogy mondtam, ritka volt Istennek a kijelentése, mert lehet, hogy ő se hallotta már 10-20 éve, eszébe sem jut, hogy esetleg Isten szólítja meg Sámuelt. Utána még egyszer megismétlődik a történet, és harmadjára végre leesik a főpapnak, hogy na, talán Isten szól a fiúhoz, és akkor elmondja, hogy mit kell tennie. Tehát érdekes módon Éli tudta, hogy Isten hívására hogy kell válaszolni. És sok hívő ember van a mai időkben is, aki tudja, hogy Istennek hogy kell válaszolni a hívására, tudja, hogy mit kell tennie, tudja, hogy hogyan kell engedelmeskednie, tudja, hogy mit kéne csinálnia, de nem teszi.
És akkor be fog majd állni ez a szellemi vakság állapota, amikor már nem fogod meghalani, amikor Isten szól hozzád. És a gyülekezetünkben is arra kell törekedni, hogy ne ezek az éli típusúak legyenek többségben. Amikor valaki jön, hallani akar Istennek az igéjét, Istennek a beszédét, Isten szólni akar hozzá, akkor nem kell, jó, üljél le nyugodtan, nem kell ezt úgy felfújni. Legyél hívő, de azért nem kell ezt túlzásba vinni. Csak úgy óvatosan. Mi az, hogy neked elhívásod van? Üljél le szépen, el kell jönni vasárnap, végigjárod a szokásos dolgokat. Ha van kedved, szolgálsz, ha nincs kedved, nem szolgálsz. Sok ilyen éli típusú gondolkodású van az egyházban, akik szeretnék ezt a fajta isteni elhívást, megszólítást takaréklángon tartani, és az embereket mindig lefektetni, elaltatni, úgy szépen megpihentetni, hogy nem kell csinálni semmit, abból kevesebb zűr van. Ezt fel kell számolni mindig, engedni kell. Ha valaki oda jön hozzánk, hogy Isten szólt hozzá, Isten üzent neki valamit, azt segítsünk neki megvizsgálni, főleg a friss, fiatalabb hívőket. Kicsit előre haladt az idő. Nagyon röviden a új szövetséggel kapcsolatban a prófétai szolgálatra egy áttekintést szeretnék csak adni, ugyanis azt látom, hogy ezekben az utolsó időkben, napokban nagyon fontos, hogy ez a prófétai szolgálat, ez a prófétai kijelentések megfrissüljenek az egyházban. És majd fogom mondani a különbözőségeket, és itt elsősorban most nem arra gondolok, hogy ilyen minden gyülekezetben 10-20 ilyen hatalmas Sámuel támad, bár adná az Úr, hogy ez megtörténjen, mert erre azért a Bibliában sincs példa, de lehet látni azt, hogy egyetlen egy embernek az engedelmessége, egyetlen egy embernek az uraszánása mit eredményezett Izrael életében. Felépült a királyság, beiktatta azt a felkentet, aki a messiásnak az előképe lesz, akivelnek a segítségével bemutatnak majd szellemi áldozatokat, lelepleződik a melkizedeki papságnak a rendje. Rengeteg dolgot lehetne mondani, és ez mind egyetlen egy embernek az őszinte engedelmessége volt Isten irányába. És lehet, hogy a te elhívásod Istentől, az, hogy téged Isten megszólít, az lehet, hogy nem egy ilyen nagy dolgot fog eredményezni, de radikális fordulatot fog hozni a családodban, a munkahelyeden, akár a társadalomban, vagy olyan elhívásodban, akkor akár az egész földrészen. Erre nyitottnak kell lennünk. Jó, nagyon röviden még csak itt ezt végigmegyünk. Sámuel nevéhez fűződik egy nagyon-nagyon fontos intézmény, a próféta iskoláknak a létrejötte. Korábban ez nem volt. Sámuelnek Istentől való látása volt arra, hogy a benne lévő kenettel, illetve kijelentésekkel egy prófétai csoportosulást hozzon létre, ugyanis azt olvashatjuk a Bibliában, hogy miután Siló elpusztul, utána Sámuel körbejárja a törzseket, és Micpában, különböző helyeken, Rámában körüljárja a városokat, ott minden évben megjelenik, de mindenhol ő sem lehet ott, és éppen ezért próféta tanítványokat kezd el kinevelni, akik hasonló módon kezdenek el szolgálni, mint ők. Az egyik és legfontosabb jellemzője, amit Sámuel próféta felépített, az erőteljes ima és dicséret volt. Ez volt a legfontosabb jellemzője a prófétai iskoláknak, hogy Istennek a jelenlétét behozták abba a kis közösségbe, és nem véletlen, hogy majd Dávid is ebből fog meríteni, tanulva a mesterétől, a legtöbb Zsoltár majd a dicsőítés sátrában fog majd megszületni, a Frigládánál is Dávid fogja majd bevezetni a 24 órás dicsőítést is. Miért? Mert ezt látta a mesterétől, hogy az erőteljes ima és dicséret az a kulcs fontosságú, még a gyülekezetekben is. És most függetlenül, hogy most ez közbenjárásról van szó, egyéni családi közösségről, vagy közösségi imádkozásról, a lényeg az, hogy nagyon erőteljes imádkozás van, akik vezetik ezt az imádkozást, és benne vannak a dicséretben. A prófétai dicséret mindig egy áttöréshoz egy gyülekezetben, fellélegzéshoz a gyülekezetben, szabadulásokat, gyógyulásokat hoz, és ezt nem erőltetni kell, hanem a Szentlélek munkájának engedelmeskedve kell átadni magunkat, mind a dicsőítők részéről, mind pedig a dicsérők részéről a gyülekezetben. A következő szintén nagyon fontos dolog volt a törvény ismerete és tisztelete. Sok prófétánál volt az elhajlás és probléma, hogy azért lettek hamis próféták és hamis tanítók, mert nem ismerték Istennek a beszédét, nem ismerték Istennek az igéjét, átléptek a prófétai szolgálatba, a tanítói szolgálatba, ami óriási töréseket hozott az életükbe, de Sámuel mindig nagyon fontosnak tartotta, hogy az embereket megismertesse a törvénnyel, a törvénynek az ismeretével és a tiszteletével. Ha a törvényt tisztelik az emberek és szeretik, akkor az Urat is tisztelni fogják, akitől a törvény származik. Ez az új szövetségben is megjelenik, hogy ismerni kell Istennek a beszédét, ismerni kell Istennek az igéjét, és alázattal kell járulni hozzá, hogy megismerjük az Úrnak az akaratát.
A harmadik nagyon fontos szempont volt Isten tapasztalható jelenléte. És ebben a dicséretben, ebben az imádatban, az ige tiszteletében, az Istennek a megtisztelésében Isten láthatóan jelen volt. A Sekina független attól, hogy nem volt szent sátor, nem volt úgymond egy nagy szent hely, hanem még akkor ilyen mozgó központok voltak az áldozatnak, azt lehet látni, hogy Istennek a jelenléte leszállt arra a helyre, ahol ilyen igazi imádókat talált. Tudjuk, hogy Saul is, amiután már nem lesz király, bekerül egy ilyen szellemi közegbe, akkor hát éppen nudista jelmezben fetreng a úr jelenlétében. Ennek is számtalan magyarázata van. Másképp értelmezik a konzervatívok, másképpen értelmezik a karizmatikusok. De azt lehet látni, hogy Istennek van egy megtapasztalható jelenléte. És amikor egy gyülekezetben ez a fajta légkör kiárad, akkor az mindig egy nagyon kellemes érzés. Valakinek negatívan jön le először, mert megtérésre, bűnbánatra indít, valakit viszont felszabadít, meggyógyít, helyreállít, függetlenül attól, hogy kinek éppen mire van szüksége. És a negyedik, a prófétai megnyilvánulások, amikor különböző prófétai dolgok megjelennek, akár beszéd által, akár jelképes cselekedetek által, akár például olyan dolog által, hogy valaki Istennek az akaratát akarja megtudni, és Sámuelről is feljegyzik, hogy abban az időben mi volt a szokás, ha valami gond volt, elmegyünk a látóhoz. Mondja meg, hogy mi az Isten akarata. Ez teljesen természetes volt abban az időben, és korábban beszéltem már a prófétáknak a típusairól, hogy vannak a beszélő próféták, a látó vagy néző próféták, illetve az őszem típusú próféták, illetve az Istennek a szellem által felruházott emberei. Ezekről korábban már szolgáltam, ezekben most nem megyek bele. Egy kis pici negatívum mindösszesen. Általában rangidő és felkent próféta vezetés alatt éltek, tehát fontos volt, hogy nem szabadjára vakvilágba volt engedve a prófétálás, hanem volt egy felkent próféta, egy Istentől elhívott próféta, akinek a vezetése alatt hajtották végre ezeket a prófétikus dolgokat. Nagyon sokszor a megélhetés miatt behódolhattak, hát nagyon sokszor kvázi azt prófétálták, amit hallani akartak, mert különben a megélhetésük függött tőle. Alamizsnából éltek, többször korruptakká és hazugakká válhattak. Egyik legismertebb példa például Géházinak a története, aki mikor látta, hogy a király jön, akkor úgy döntött, hogy ő egy kicsikét beruház a eljövendőre nézve, és nem Istenre bízza a dolgot, és általában a istentiszteleti kultuszhoz és az áldozatokhoz kapcsolódtak. Hát ez úgy nagyjából és röviden ez a sámueli örökség, ami végighúzódik majd az egész új szövetségen keresztül is, majd lehet ezt látni. Nézzük, mi a különbség, ez csak felsorolás szerűen az időnk rövidsége miatt. Mi a különbség az ó és az új szövetségi prófétálás között? Az első és legfontosabb különbség, hogy nem kizárólagos közvetítők Isten és az ember között. Ahogy mondtam, az ószövetségben a Isten és az ember között az áldozatokat tekintve elsősorban a papság állt, a papok végezték el az áldozatok bemutatását, Isten akaratának a megismeréséhez sokszor próféták kellettek. Az új szövetségben nincs ilyen. Az új szövetségben minden egyes hívő embernek közvetlen személyes kapcsolata van az élő Istennel. A prófétai szolgálat szükséges lehet esetleg megerősíteni bizonyos dolgokat, vagy adhat rendkívüli helyzetekben kijelentéseket, de már nem szükséges, hogy elmenjünk a nagy nevű prófétához, a nagy felkenthez, vagy a nagy valakihez, hanem személyesen, alázattal, mint Isten gyermekei, odajárulhatunk az atyához, és megkérdezhetjük tőle, hogy mit szeretne velünk. Aztán a másik fontos dolog, az új szövetségben jóval elterjedtebb a prófétai szolgálat, mint az ószövetségben. Ahogy mondtam, az ószövetségben nem sok ilyen rangidős próféta volt. Szinte mindegyikről tudunk, akiket Isten így elhívott és kiválasztott, de nem sok a számuk, az új szövetségben viszont jóval magasabb a prófétáknak a száma. Tekintélyében alatta van az apostoli szolgálatnak, az Ószövetségben nem volt kontroll a prófétai szolgálat fölött, éppen ezért volt az, hogyha valaki hamis próféta volt, azt meg kellett kövezni. Az volt a kontroll. Hamis próféta volt, meghaltál. Az új szövetségben nincs ilyen, az apostolok tekintélyében fölötte vannak a prófétai szolgálatnak. Nem tévedhetetlen, szintén fontos dolog, hogy az Ószövetségben a prófétáknak maximálisan közvetíteniük kellett Istennek az akaratát, abból nem vehettek el, nem tehettek hozzá. Az új szövetségben viszont az 1 Korintus 14-ben olvashatjuk, hogyha egy gyülekezetben elhangzik prófétai szó, akkor azt mit kell csinálni vele?
meg kell vizsgálni. Ugyanis az új szövetségbe Isten kegyelmében még az is belefér, hogy valaki nem szánt szándékkal, nem tudatosan, de félreérti az Úrnak a kijelentését, esetleg még kezdő ebben az ajándékban, vagy szolgálatban, és bizony mellélő nem úgy mondja, nem akkor mondja, nem azt mondja, nem annak mondja, sok ilyen előfordulhat, akkor az ilyet bizony szépen szeretettel korrigálni kell, segíteni kell neki, tehát az új szövetségben bizony igenis a prófétai szó tévedhet. Újjászületéshez kötődik, az Ószövetségben nem volt ilyen, az Új Szövetségben viszont, ha valaki egy prófétai kenettel szeretne rendelkezni, mindenképpen meg kell térnie, újjá kell születnie, élő kapcsolatba kell kerülnie az Istennel, meg kell hallania az első hívását Istentől, hogy Sámuel is meghallotta, ő a szolgálatra kapott elhívást, az Új Szövetségben viszont az első megszólítás és elhívás, az a megtérés és az újjászületésre vonatkozik, amikor a Szentlélek elkezd dolgozni valakiben, rámutat a bűneire, és oda vezeti Krisztushoz, hiszen ez a legfontosabb dolga az Új Szövetségben a Szentléleknek. Aztán a Szentlélek kitöltetése, ez a következő állomás, amikor valaki megtérése, újjászületése után veszi Isten Szent Lelkét, betöltekezik vele, elkezd szolgálni, és a Szentlélek vezetése alatt, ha ez az ajándéka, akkor ebben majd fog tudni növekedni. Krisztus testében működik, szintén lényeges és fontos dolog, ami a hamis proféták kiszűrésében is segít, hogy a Biblia, főleg az Új Szövetség maszek profétákat nem ismer. Sok helyen ilyen proféta gyárak vannak teológiai iskolákon, de a Bibliait nem ismer. A Krisztus testétől függetlenül nincs profétai szolgálat. A Krisztus testébe helyezte el Isten az ajándékokat. A Krisztus testében működteti a profétai, apostoli, tanítói, evangélistai és pásztori szolgált ajándékokat. Az a proféta, aki nincs egy gyülekezetben, nincs egy gyülekezeti kontroll alatt, az nem lehet új szövetségi értelemben profétának tekinteni. Nézzétek meg Pál apostolt, mikor az első missziótra elmegyen Barnabással, kirendelik őket Antiókiából, és amikor visszajönnek a gyülekezetbe, elmondják, milyen hatalmas dolgot tett velük, meg rajtuk keresztül az Úr. Aztán mit csináltak? Ugyanúgy tanítottak és profétáltak a gyülekezetben, amíg Isten egy következő misszió útra nem fogja majd őket küldeni. Itt valami gond lesz majd. Ami lemaradt, az lett volna, hogy nem szentírás a kijelentésük, vagyis az új szövetség elkészülte után a prófétai dolgok, amik a gyülekezetben megjelennek, azok nem a szentírás részét képezik. Az új szövetségben a prófétai szó, az belekerült a szentírásba, az új szövetségben még az abcselben, amiket olvasunk, illetve a jánosi leírás, az még prófétai kijelentés, de utána már a könyvek lezárása után már semmi nem kerül bele a kinyilatkoztatásba, vagyis amit a gyülekezetben elhangzik, és ahogy korábban mondtam, nem ezért van lehet tévedni, meg hívázni, mert nem szentírás a kijelentésük. A prófétálás kapcsán nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, nem akartam nagyon mélyen bonyolultan belemenni, csak most kis összefoglalás szerűen. Ha valakinek prófétai ajándéka van, alapvetően két típus szokott megnyilvánulni. Az első típus az ismeret alapú, amelynek az alapja a kijelentés. Amikor Isten ad valakinek egy kijelentést, ahogy például most Sámuelnek is adott egy ilyen kijelentést. Nem tanulható természet fölötti kijelentés az emberben alakul át üzenetté, bármilyen területen, bármilyen idősíkon, függ az intellektustól, képzettségtől, lelki beállítottságtól, lelki érettségtől, stb. Vagyis, amikor valaki kap Istentől egy üzenetet, akkor nem csak kvázi a száját használja az Úr, ez lesz már a következő típusú, hanem az üzenet átmegy rajta, és megérlelődik benne. Valamikor hetekig, hónapokig hordozza ezt az üzenetet. Például Jeremiásnak is, mikor Isten kijelentést ad, akkor mi lett neki az életébe? Csontjaiba rekesztett tűz, egészen a csontjaig elhatott Istennek a kijelentése. Itt van két típus, az egyik az intellektuálisabb típusú, akik értelmesen felépített gondolatokat mondanak, szépen ilyen idézőjelben kocka módjára, elég világosan és határozottan adják át Istennek a üzenetét, Istennek a beszédét. Még vannak az intuitívabb, jó, hogy felírtam, mert már megint belegabba jöttem itt. Úgyhogy ez érzelmileg gazdagabb típusú, ilyenek általában a síró proféták, vagy azok, akik nagy érzelmi átéléssel adják el a proféciáikat. Itt mindig vigyázni kell egy kicsit, mert vannak olyan proféták, akik hajlamosak már átmenni ilyen színészkedés kategóriájába, és gyakorlatilag egy showműsorra alacsonyítják le Istennek a üzenetét. Természetesen, hogyha valakit megérint Istennek az igéje, Istennek a beszéde, akkor az elkezd sírni, valakit
örömre fakaszt Istennek a beszéde, valaki elkezd perlekedni, veszekedni Istennel, láthatunk ilyen példákat az Ószövetségben is. Hát amikor valakinek van egy ilyen kijelentése, és átmegy rajta, Isten megérleli benne ezt az üzenetet, ahogy mondtam, lehet, hogy ez akár egy istentiszteleti alkalmon, mondjuk egy 2 óra hossz alatt, de valakinek mondjuk hetekig, hónapokig vívódik egy-egy üzenettel, egy-egy témával, hogy mikor és hogyan kell átadni, akkor attól függően, hogy milyen típusú, milyen beállítottság az illető, úgy fogja majd továbbadni. Azért is fontos az, hogy függ az illetőnek a személyiségétől, lelki érettségétől, mert ha megnézitek például az ószövetségi prófétákat, teljesen más egy Ézsaiás prófétának a típusa, gondolkodásmódja, meg a leírása, meg megint más egy Jeremiásnak, megint más egy Dániel, megint más egy Ezékiel. Nincs két egyforma próféta, mindegyiken máshogy fog megjelenni Istennek az üzenete és a beszéde. 4 fontos dolgot tesznek általában, szót emelnek az Úr mellett, az Úr nevében képviselik őt. Ez az első és legfontosabb dolga, hogy egy próféta mindig Isten képviseli. A görög prófétész kifejezésünk azt jelenti, hogy valaki előtt állni. A prófétának az a dolga, hogy Isten előtt álljon, Isten jelenlétében legyen, átvegyen tőle üzenetet, és azt továbbadja, és ebben magát Isten képviseli. Illés hogy mutatkozik be? Él az Úr, aki előtt állok. Illés is így mutatkozik be, hogy ő Izrael Istene mellett állt. Szóval van egy területük a prófétálás a jövőre nézve, ez csak egy vékony szegmense a prófétai szolgálatnak. Sokan azt hiszik, hogy ez a prófétai szolgálat, hogy megmondjuk előre, hogy mi lesz holnap, meg holnap után. Nem, ez egy fontos része, de csak egy része, egy szelete a prófétai szolgálatnak. Emlékezhetünk az Új Szövetségben, melyik az egyik ilyen legjelentősebb ilyen prófétai megnyilvánulás, amikor Agabusz megmondja, hogy éhínség lesz a földön, és akkor tessék betározni, konzerveket gyűjtögetni, stb. Mert lesz egy kis éhínség, és erre fel kell készülni. A harmadik belátás a szellemi történésekbe, mennyei tanácskozásba, harci cselekményekbe, ez már a szolgálatajándéknak a szintjéhez tartozik, amikor valaki már a közbenjárás szolgálatában, illetve a különböző igei dolgokban már meglátja azokat az összefüggéseket, amelyek bizonyos események mögött vannak, és nem csupán azt látja, ami a szem előtt van, hanem mögé is tud látni az eseményeknek. Isten szerinti módon értelmezi a jelenlegi helyzetet, nem pedig azt, amit a hírek, a média és a különböző hamis cikkek képviselnek. És végül 4. de szintén fontos dolog, értelmezése a jelenlegi helyzetnek, és egy prófétának képesnek kell arra lennie, hogy ahogy mondtam, Isten szemével látva a dolgokat, a mai napok eseményeinek, történéseinek is lássa, hogy mi miért zajlik, mi miért történik. Akár Európában látjuk most ezt a millió migráns problémát, kicsikét belástam ebbe, és a múlkor magamat is egyre több tanító látja azt, illetve egyre több ilyen prófétajándékú testvér már feszegeti azokat a kérdéseket, hogy nagy valószínűséggel, ha ez a migrációs áradatot nem fogja megfogni Európa, akkor létre fog jönni az állókép, a dánieli állóképnek a vas és cserép keveredése. Ez lesz majd ez az időszak a római birodalomnak a végső fázisa. Ezt csak óvatosan mondom ki, jelenleg ez irányba folynak még imádkozások és kutatások. Aztán van a szólás alapú. Ez szokott általában Isten tiszteleten megnyilvánulni, ez általában leggyakoribb. Ilyenkor ez szólás vagy nyelvajándék, a szellem használja fel a beszédet, nyelvedet, szádat, eszköz vagy és így adott tovább az Úr üzenetét, vagyis az üzenet úgy megy át rajtad, hogy nem megérlelődik benned, bekengsz rajta minden, hanem Isten csak a szádat használja fel. Isten a beszédet használja fel. Ilyen például Bálámnak a proféciája, amiről olvashatunk a Ószövetségben, és hogy például csillag származik Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, lehetne mondani a proféciát. Itt tudjuk, hogy Bálám az egy bálványimádó ember volt, és Isten miért használta? A száját használta egyedül. Semmi más, nem alakult át benne ilyen nagy tanítással, vagy semmi, hanem egyszerűen csak a száját használta Bálámnak, hogy az akaratát közvetítse. Vagy ilyen volt például Péter pünkösdi prédikációja. Péter készült erre a prédikációra? Nem. Tudta, hogy a Szentlélek valamikor jönni fog, de hogy mit fog csinálni, arra tudott Péter? Nem valószínű. Neki is meglepetés volt, és mégis egy olyan nagyszerű prédikációt tartott, tele profétikus elemekkel egyébként, ha majd megnézitek a Péternek a prédikációját, láthatjátok benne, hogy Isten akkor a Szentlélek által betöltötte, hogy felhasználta a száját abban, hogy Istennek a kijelentését közvetítse a Savútra összegyűlt tömegnek. 3 fontos területe van, az egyik az ihletett beszéd, ez lehet buzdító, bátorító, felemelő vagy erőteljes, ez sokszor megnyilvánul a gyülekezetben, egy-egy bizonyságtételben, vagy kaptam az Úrtól egy igét a házi
csoportban megnyilvánulhat. Ez nagyon fontos dolog, és ezt sokszor Isten felhoz egy-egy ilyen alkalmon. A következő a költői beszéd, ezek a zsoltárok és a szellemi énekek, amik a dicsőítés vezetőnek a Szentlélek sok, hogy most nem ez az ének következik, hanem ezt énekeld, mert van itt valaki, akinek ez az ének fog szólni. Erre érzékenynek kell lenni a dicsőítésben szolgálóknak is. Illetve a harmadik, ami szintén gyakori a Isten tiszteleten, Isten akaratát, igazságát hirdetni, ez lehet prédikáció vagy tanítás, teljesen más, amikor egy lelkipásztor kezd el prófétai módon igét hirdetni, vagy egy tanítói ajándékkal lévő kezd el prófétai dolgokat mondani, megint más, amikor egy próféta kezd el prófétálni. Ennek is mind megvan a külön területe, de ahogy mondtam, most csak összefoglalunk, nem fogunk részletesen belemenni. És akkor röviden, három szint van az Új Szövetségben. Az első a megnyilvánulásnak a szintje, erről olvashatunk a 1 Korintus 12-ben. Ez a legalapvetőbb szintje a prófétai szolgálatnak, amikor valaki belép a prófétai szolgálat területére. Az egyik a megnyilvánulás. Ez a legalapvetőbb követelményeket tartalmazza, aki prófétál, az épít, int, buzdít és vigasztal. Ez a legfontosabb. És ebbe úgy kerül bele az ember, hogy például mit csinál egy gyülekezetben az alkalom végén, ha mondjuk lehetősége van rá, bizonyságot tesz. Prófétaság szellemben mivel kezdődik? A Krisztusról szóló bizonyságtétellel. Ha te Krisztusról bizonyságot teszel, a prófétaság szellem elkezd működni benned. Azt, hogy ez most hogy fog megnyilvánulni? Mert a bizonyságtételet kit fog majd építeni, kinek fog majd segíteni, vagy az az igevers, amit a héten az Úrtól kaptál, és mondjuk felolvasod az alkalom végén, mert neked az Úr ezt mondta, hogy olvast fel, nem is tudod, hogy kinek fog esetleg szólni, na itt kezdődik a megnyilvánulás, és ennek az a jellemzője, hogy ez nem sűrűn van. Havonta, két havonta, negyed évente, mert megnyilvánulás alkalmanként jön elő valakinek az életében, de ez fontos belépő ahhoz, hogy valaki esetleg nyitott és érzékeny legyen a prófétai szolgálatra. Nagyon sokszor közbenjáráson szokott megjelenni ez a fajta dolog, amikor imádkozás közben valakinek a Szentlélek felhoz egy igét, egy igeverset, egy képet például, ritkább esetben, hogyha már az ajándékkal gyakorlottabb. Következő szintje a karizma. Amikor rendszeressé válik a prófétai megnyilvánulás, vagyis nem két-három havonta, vagy negyed évente, vagy fél évente, hanem akár heti szinten, vagy napi szinten is megjelennek Istentől való dolgok az életében. Egyre többféle módon szólhat az Úr és adhat kijelentést. A legalapvetőbb kijelentési módja Istennek még mindig a Szentírás. Ez a legfontosabb. Ettől eltérni nem lehet. Még mindig ez a leggyakoribb, de az Bibliában legalább hétféle kijelentésről tudunk, amivel kapcsolatban Isten tud üzenni. Adhat Isten üzenetet belső benyomások, látomások által, képek által, angyalok közvetítése révén, hallható hangoknak a révén, adhat az Úr álomban is kijelentést, jó esetben ez nem Isten tiszteleten történik, de akkor Isten áldja meg azt a testvéret, és akkor végén felébresztjük, megkérdezzük, hogy az Úr mit adott neki álmában. Ezzel sincsen probléma, ezt is lehet kezelni, de általában nem jellemző, hogy álomformájában Isten tiszteleten történik kijelentés. Szintén egy további pontja, hogy értelmezni és vizsgálni is képes a prófétai kijelentéseket, és már az a fajta próféta szellem működik benne, ami képes megvizsgálni a már elhangzó proféciákat, és tud ítéletet mondani, vagy értékítéletet mondani afelé, hogy ez az a profécia az Úrtól volt, vagy nem az Úrtól volt, mert egy hullámhozra tud kerülni a prófétaság szellemével, ami a másik testvérben is benne van, és nagyon gyakori, hogy megjelennek más karizmák is, vagyis akik már a prófétaságot, mint karizma megjelenik az életükben, sokszor megjelenik a bölcsességbeszéd náluk, hogy hogyan is adják át Isten üzenetét. Megjelenik az ismeretnek az igéje, és kitárul előttük az a lehetőség, hogy Istennek a üzenetét még több csatornából tudják magukéhoz venni. Vagy megjelenik például a hitnek a ajándéka, hogy egy olyan dolgot akar rajta keresztül üzenni az Úr, amihez nagyon nagy hit kell, hogy elhiggyék az emberek, hogy az Isten megfogja, vagy meg tudja, vagy meg akarja tenni. Tehát sok esetben már ezek az ajándékok elkezdenek felszaporodni, és ezek a más karizmák közül egyre-egyre több jelenik meg, akkor lépünk be a prófétaságnak a szolgálati ajándékába, ami ugyebár egy 24 órás szolgálat idézőjelben szellemi értelemben, nem feltétlenül fizikai értelemben. Ez már jóval magasabb szintű képviselete a prófétai szolgálatnak. Ilyen volt, ahogy mondtam, például Sámuel, az Új Szövetségben Agabusz próféta, akik már nemzetek, népek felé is kapnak elhívásokat,
uralkodók felé szolgálnak, illetve megjelennek a jelképes cselekedetek náluk, és már ők azok, akik kvázi proféta tanítványokat képeznek, ők azok, akik a következő generációt fogják majd a profétai szolgálatba előre vinni és segíteni. És a profétai szolgálat az egyetlen egy olyan ajándék mind az Ó és mind az Új Szövetségben, amelyre határozott bátorítás és kijelentés van, hogy ez a gyülekezetben teljesen egészséges dolog, hogyha jól működik. Mit mond a Mózes és a Józsué beszélgetése kapcsán? Bárcsak az Úrnak minden népe proféta volna. Pál apostol mit mond? Törekedjetek a szellemiekre, leginkább, hogy mindannyian profétáljatok. És ahogy mondtam, a profétásra nem egyből azon a Sámuel típusúra kell gondolni, hanem, ahogy mondtam, a megnyilvánulás szintjére is, hogy kapok egy igét, kapok egy bátorítást, egy buzdítást, és azt elmondom a gyülekezetnek. Megvizsgáljuk, ha az Úrtól van, elfogadjuk, ha nem, akkor segítjük a testvét, hogy legközelebb hogyan értelmezze az Úrnak a vezetését és a kijelentését. És akkor röviden a végén, Sámuel története kapcsán néhány kérdést kell megválaszolnunk, és ezen imádkozzatok, gondolkozzatok ti is. Az egyik az, hogy megszólítható vagy-e. Istennek az üzenete eljut-e ma hozzád? Nyitva van a szíved arra, hogy Istennek a beszéde megérintsen téged? Sok embernek az életében vannak gátlások, kudarcok, nehézségek. Valaki szeretne Élihez hasonlóan inkább aludni, nem bolygatna dolgot. Ha az Úr szól, inkább visszafekszek, ilyen kataton, mély, merev állapotban elvegetálok még egy darabig. Vagy pedig tudjuk azt Sámuellel együtt mondani, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Ez nagyon fontos kérdés. És az is fel lehet nyugodtan tenni azt a kérdést, hogy Isten mikor szólított meg téged, engem utoljára. Mikor volt az, amikor nem csak megszokásból olvastam az igét, nem csak megszokásból jöttem el Isten tiszteletre, mert úgy is el lehet jönni Isten tiszteletre, hogy eljárok évekig, és azt tudom én is mondani, mint a Sámuel könyvének ez a harmadik része így kezdődik, hogy ritka volt az Úrnak a beszéde. Isten már nem szólt hozzám fél éve, egy éve, másfél éve. A Biblia is több ezer nyelvre le van már fordítva, részlegesen vagy teljesen, és azt lehet látni, hogy Isten beszéde sok helyen ma is ritkaság. Ott van a Biblia, olvassák, de Isten nem szól hozzájuk. Nem értik meg Istennek az akaratát. Következő, odafigyelsz-e Istenre? Ez is egy fontos kérdés, ez is ebből fakad, hogy mi az, amit fontosnak tartasz. Töltesz előgérőt Istennel, vagy csak letudod azt a reggeli 5-10-15-20 percet, és akkor menjünk tovább, mert úgyis rengeteg dolog van, és már imádkozás közben is azon jár az eszed, hogy eszünk, hogy aznap mi lesz, mit kell csinálni. Tudunk-e időt szakítani arra, hogy csak Istenre figyelünk? A harmadik kérdés, hogy elérhető vagy-e? Amikor Isten használni akar téged, akkor meg tud-e szólítani, és elérhető vagy a számára. Lehet, hogy nem abban fog Isten megszólítani, amit vársz, amit elgondoltál, vagy úgy gondolsz, hogy ez biztos, hogy az én dolgom lesz, hanem Isten lehet, hogy egy teljesen új dolgot fog neked adni. Sámuelről nem olvassuk azt, hogy ő várt erre a elhívásra. Ő úgy élt el az életét addig, 12-3 éves koráig, hogy a családjának elhívásának megfelelően végzi a lévitai szolgálat a templomba, aztán egyszer majd megöregszek, és szépen meghalok, az atyáim mellé takarítaték, ahogy megvan írva az Ószövetségben, és így szépen eltelik az élet. Ő nem számított erre, és mégis engedte, hogy Isten őt felhasználja. Tehát legyél kész, hogy meghalld az Úrnak a hangját, tegyél félre mindent, szállj időt arra, hogy amikor, főleg ha nehézségek vannak, problémák vannak, vagy rossz élethelyzetek, hogy tudj elcsendesedni, tudj időt hagyni Istennek, hogy szóljon hozzád. És valamikor ez a csend, ez nyomasztó lesz. A ma embere egy felmérés szerint nem szereti a csendet, mert akkor gondolkozni kell. Isten pedig mindig azt várja tőled, hogy légy egy kicsit csendbe, várj az Úrra, figyelj az Úrra, keresd az Urat. Szóval nagyon fontos, hogy tartsd meg a beszédét, amikor Isten mond valamit, akkor ne az legyen, hogy ez a szomszédnak szólt. Na, ez biztos, hogy annak a testvérnek szólt, mert a Mukko pont erről beszélt, hogy ez neki probléma. Nem. Úgy ülj le, hogy Isten először mit akar hozzám szólni. Ezzel a szívvel legyél ott. És ahogy olvashatjuk itt, amikor valaki elkezd Istennek engedelmeskedni, azt Isten mindig emelni fogja. Az engedetleneket Isten mindig megalázza. Azok mindig Beliá fiai lesznek. Az engedelmeseket Isten fel fogja emelni. Szellemben, fizikálisan, és nem másom az anyagiakra gondolok, hanem az elhívásában és a szolgálatában, független attól, hogy úgymond nagy szolgálatra kapott elhívást, akár igei szolgálatra, vagy akár egy kisebb szolgálat, hogy a gyülekezetben minden rendben működjön, teljesen mindegy. A lényeg, a hangsúly mindig az engedelmességen van, hogy legyünk erre készek. És végül, amiről az elején beszéltem, hogy van egy álmom, hogy a gyülekezetünkbe
és korábban is beszéltem már erről. Fontos, hogy a gyülekezet kinevelje a következő generációt. Beszéltem erről a Malakiás kapcsán, és nagyon fontos lenne az, hogy a gyülekezetünkben legyen egy ilyen sámueli generáció. És elsősorban nem csak a fiatalokra gondolok, bár ő rájuk is elsősorban, hogy az a 40-50-60 gyerek, aki itt most jelenleg ránk van bízva, meg lesz-e a következő generáció arra érve, felkészítve, hogy átvegye majd a helyünket. Függetlenül, hogy fiúkról van szó, lányokról van szó, és ehhez a sámueli típusú generációknak nem élikre van szüksége. Nem olyan félpapokra, akik a gyerekeket leültetik, akik a gyerekeket háttérbe szorítják. Ha valami kérdésük vagy problémájuk van, akkor hozzázavarják a szüleikhez, majd foglalkozzanak ők vele. Nem, hanem foglalkozni a gyerekekkel. Megtanítani őket arra, hogy hogyan olvassák az igét, hogyan tanulmányozzák a Bibliát, hogyan hallják meg Istennek a szavát, hogyan imádkozzanak, hogyan vegyenek részt a szolgálatban, és ez szépen szisztematikusan, elsősorban a családon belül természetesen, de a gyülekezeti szinten is szépen fel lehet építeni, fel lehet készíteni, hogy akik most még esetleg 3-4 évesen itt rohangálnak, 20 év múlva lehet, hogy itt lesznek a szószéken. De ahhoz nekünk segíteni kell őket, hogy megismerjék Istennek az akaratát, megismerjék Istennek a beszédét, meg tudják különböztetni a jót a rossztól, a hamisat az igazitól, és olyan hívő életet tudjunk ilyen a gyülekezetben, hogy a gyerekek megkívánják ezt a fajta hívő életet, és azt tudják mondani, hogy megéri az Úrnak szolgálni. Látjuk, hogy apa vagy anya fáradt, sokat dolgozik, de az Úrért teszi, és még rám is van ideje. Hát ez a fajta egyensúlyt megtalálni, és ez a szívem vágy, és ezt kívánom, hogyha nem is gyerekek, de felnőttként friss megtértek vagyunk, akkor legyünk ilyen Sámuel típusúak, hogy meghalljuk az Úr hangját, ismerjük fel az Úr hangját, és járjunk az Úr akaratában, járjunk az Úr vezetésében. Amen.